A tűzoltó küzdelme ellenére csütörtök hajnalra porig égett Japán egyik legszebb és legrégebbi épület együttese, a világörökség részét képező Surikastély Okinawán. A hatóságok közlése szerint megsemmisült a Seiden főtemplom és az úgynevezett Hokuden, valamint egy harmadik történelmi épületre is átterjedtek a lángok a sziget székvárosában, Nahában található kastélyparkban. Az egyik tűzoltó úgy tudja, a lángok a főépület bal szárnyában csaptak fel, és onnan harapóztak tovább. A Jukjuk királyság idejében a 15-16. Században épült Surikastélyban 1945-ben a II. Világháború végén is súlyos károk keletkeztek, azt követően helyreállították, majd legutóbb 1992-ben renoválták már nemzeti parkként. A japán miniszterelnök kabinet főnöke azt ígérte, a kormány mindent megtesz az újjáépítés érdekében. A tűz keletkezési oka egyelőre nem ismert, azt még vizsgálják a szakemberek.